Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Coach. Ma a narcisztikus kapcsolat ciklusairól fogok nektek beszélni, ami alapvetően három fázisra bontható. Az első az idealizáció, vagy a mézes hetek, honeymoon, sokszor pedig az angolból úgy emlegetik, hogy love bombing, tehát ez a szeretet bomba, az udvarlás időszaka. A második a leértékelés devalváció fázisa, a harmadik pedig az eldobás, diszkárd fázisa. Azonban nem elég tudnunk azt, hogy ez a három fázis folyamatosan váltakozhat a narcisztikussal való kapcsolatban, meg fogjuk őket ismerni. Azt is tudni kell, hogy hogyan lehet ebbe a ciklusba folyamatosan visszakerülni, hogyan tud minket folyamatosan úgynevezett visszaporszívózással, hooveringgel visszahódítani a narcisztikus. Mi van akkor, ha ő vet véget ennek a ciklusnak, és mi van akkor, ha a másik fél, ha az áldozat vagy a narcisztikussal együtt élő párvet véget ennek az egésznek. Nézzük tehát a három szakaszt. Mind a három jól meghatározható szakasz. A ami nem csak azokra vonatkozik, akikkel a narcisztikus egy párkapcsolatban él. Ez nagyon érdekes dolog, megfigyelhetjük ezt másfajta kapcsolataiban is, így például egy meghatározó tartós kapcsolatban, mint egy munkatársával, például ha egy titkárnője van, vagy egy idézőjelbetett barátról, hiszen nem létezik az, hogy a narcisztikus valakit igazából barátjának tekintsen, de legyen szó akár egy terapeutáról is. Tehát az idealizáció, az első szakasz, amikor találkozik valakivel, ilyenkor új játék, vagy friss hús vagy a számára. Ez még akkor van, amikor meg akarsz szerezni. És ilyenkor mindent elkövet annak érdekében, hogy az övé legyél. Tényleg olyan szinten jó hódítók, jó lovagok a narcisztikusok, hogy nem átlagos módon udvarolnak. Nagyon kitartóak, elvisznek extrém helyekre, elvisz luxus étterembe, ha kell drága vakációra viszel, elhalmoz ajándékokkal, különlegesnek érezheted magad mellette, a piedesztára helyez, fölemel, folyamatosan bókol, ajándékokkal lep meg. Azt érzed, hogy ez az az ember, akire mindig is vágytam, sokat beszélget veled, hiszen ilyenkor szedi össze azt a rengeteg információt, amit a elraktároz majd, és a későbbiekben fel fog használni ellened. Ilyenkor szed ki mindent a családtagjaidról, a múltadról, a régebbi kapcsolataidról, a vágyaidról, a céljaidról, minden elkapcsolatban tájékozódik. Ettől te azt éled meg, hogy extra figyelmet kapsz, hogy hallgat rád, hogy fontosnak gondolt téged. Ilyenkor veti be a tükrözés, tehát amit te mondasz, arra ő is úgy fog reagálni, hogy ó, hát szereted a csillagokat nézni, én is imádom a csillagokat bámulni esténként, gyere, menjünk ki a Margit szigetre. Vagy, vagy bármi, ami neked fontos, az hirtelen neki is fontos. Tehát ha te valamilyen típusú filmeket szoktál nézni a moziba, mondjuk ha a horrorfilmeket szereted, akkor hirtelen ő is a horrorfilmeket szereti, és el fog vinni, hogy megnézzetek együtt egy horrorfilmet. Tehát alkalmazza ezt a tükrözést, amitől olyan érzésed lesz, hogy, hogy ő a te lelki társad. Ezt sokszor ki is mondják, amúgy, ez az egyik kedvenc szava a narcisztikusnak, hogy ő, te vagy az én lelkitársam. Jó, tehát erről tudni kell erről az idealizációról, hogy ez az aranykorszak, amikor tele van minden ígéretekkel, minden fantasztikus, minden nagyon szép, viszont nagyon sok minden túl gyorsan történik. Ezek az első piros zászlók, az első figyelmeztető jelek egyike, hogy túl gyorsan történik minden. Az első alkalommal lehet, hogy már ágyba visz, a másodikon megkéri a kezed, vagy már a gyerekekről beszél, hogy hány gyereketek lesz majd a jövőben. Tehát jellemző egyfajta sürgetettség, sietség ebben a szakaszban. Mi az, amit még tudunk erről az idealizálási fázisról, hogy támogat téged, figyelmes rád, úgy tűnik, mint a érzelmi támaszod lenne, mintha megértene, nagyon sármos, tehát ez is egy fontos dolog, hogy beletesz mindent, őt te sármosnak látod, helyesnek, és jellemző ebben a fázisban még rá egy úgynevezett hiperszexualitás, tehát Mindenféle dolgot ki akar veled próbálni, akár extrém dolgokat is, extrém helyeket, helyeket, helyszíneket is a szexben. Mondhatjuk azt, hogy viszonylag aktív a szexuális élete mesés, fantáziadús, tehát mindez egy ilyen idealizált állapot, a, lovebombing, love bombing, szeretet bombázva vagy folyamatosan, te vagy a legjobb, te vagy a legszebb, imád téged, elhalmoz ajándékokkal, elvisz nagyszerű helyekre, fantasztikus étterembe mentek el, pesgőtisztok, kapsz egy kis virágot, egy kis könyvet minden héten, tehát tényleg egy olyan királynőnek, hercegdőnek érezheted magad, Ebben az állapotban. Ezért nem fogod észrevenni rögtön, hogy átkerült a kapcsolatotok egy második fázisba, a leértékelés szakaszába. Hiszen te még ebben a, a mézes hetekben élsz, a nagyszerű ígéretekben, a, a csodálatos élményekben, amit neked bemutatott, a fantasztikus helyekben, tele vagy még fényképekkel, a családtagoknak, ha már bemutattad, akkor úgy beszélsz róla, mintha ő lenne az Isten, tehát most még minden olyan szép, még minden olyan rózsaszín, de közben azért tudjál róla, hogy már elindult egy leértékelési szakasz, hiszen ő most már megnyugodott, hogy kapja tőled a folyamatos narcisztikus forrást. Az, azaz folyamatosan figyelmet biztosítasz neki, rajongasz érte, szereted őt, imádod őt, csodálod őt, felnézel rá, és minden ilyen dolgot visszatükrözöl a számára, megteszel neki mindent, kiszolgálod a kedvébe, jársz, stb. Szépen lassan ebben a szakaszban azt veszed észre, hogy Egyszer-egyszer történik valami olyan dolog, ami, ami, számodra furcsa. Elkezd szépen téged manipulálni különböző dolgokkal. Először rajta kapod hazugságokon, füllentéseken, és nem érted, hogy, hogy ezek miért történnek. Aztán elkezdi az úgynevezett gázlángoltatást, ami egy kifejezés a Gázláng című filmből ered, amikor elkezd bemesélni neked valamit, és szépen lassan elhiszed, hogy az úgy van, először azt mondja, hogy mondjuk kövér vagy, aztán szépen erre célzásokat tesz, lehet, hogy nem így fejezi ki, és te szépen lassan elhiszed, hogy kövér vagy, vagy éppen azt mondod, hogy buta vagy, nincs meg az a képességed, ami valamilyen feladatra alkalmassá tesz. Ez különböző burkolt formákban mondhatja, amíg szépen lassan elhiszed azt, hogy te tényleg nem vagy okos. De ugyanígy gázlángoltathat a szexualitás terén, hogy, hogy bemeséli neked, hogy te nem vagy szexuálisan izgató, vagy kívánatos, vagy nem vagy elég aktív, és szépen lassan magadévá teszed ezeket az információkat. Aztán megjelennek Különböző típusú abúzusok, bántalmazások, ezek lehetnek verbálisak, testiek, emocionálisak, pszichések, vagy akár szexuális, vagy anyagi bántalmazások is, fogja és kiveszi a pénzt a pénztárcátból, vagy eltűnik egyszerűen egy valamekkora összeg a közösen félretett szekré, a szekrényben, a persejből, ahova gyűjtöttetek sok pénzt együtt, vagy fogja és elkölt valamire egy nagyobb összeget a te beleegyezésed nélkül, akár a te pénzedet is felhasználva. Tehát megjelennek már ezek a töredezettségek a kapcsolatnál, amikor bár nem minden olyan fényes, de te még visszavágyódsz az eredeti állapotra, még azon gondolkodsz, hogy mi történhetett, vajon miért nem olyan klassz minden, hiszen, hiszen volt ez az aranykorszak, és, és szeretnéd ezt visszacsinálni, és még több energiát beleteszel, még több erőfeszítést teszel, még jobban próbálod szeretni, még jobban próbálod kiszolgálni, ezt hívják úgy, hogy elkezded a kívánságait lesni, hogy tojáshéjakon sétálsz, hiszen Próbálod megfejteni azt, hogy éppen hogy kéne viselkedjél ahhoz, hogy visszatérjen az a csodálatos aranykorbeli, aranykorszakbeli állapot, de nem fogod tudni ezt elérni, hiszen ez nem lehetséges. Ezt a fajta viselkedés hívják tojáséjakon járkálásnak, hiszen nem tudod kiszámítani, hogy milyen reakcióra számítsál. Ilyenkor már megtörténnek az első megcsalások, vagy valamilyen arra utaló jelek, flörtök online levelezések, akár az is lehet, hogy prostituálthoz megy el, tehát már, már megjelennek ezek az első jelek, és azt is tudnod kell, hogy ebben a leértékelési fázisban, ami sok konfliktussal, sok fájdalommal jár, már általában ki van szemelve egy újabb áldozat, akit úgy hívunk, hogy helyettesítő személy, ugyanis, hogyha te majd elkerülsz a következő fázisba, az eldobásba, és megvonódik tőle a narcisztikus forrás, akkor kell, hogy ezt valaki pótolja. Tehát ilyenkor már sorba állnak egy, ketten, hárman, négyen, ki tudja hányan, olyan személyek az ő fejében, tarsójában, akikkel majd helyettesíteni fog tudni téged. Tudom, hogy ez ez nagyon megdöbbentően hangzik, és nem is ilyen egyszerű, ez most nyilván képletes, ahogy ezt az egészet megpróbálom elmondani. Gyakran észreveheted, veheted, amikor számon kéred rajta már ezeket a dolgokat, hogy ugyan már, Miért beszél annyit az aranyos kis szexis titkárnőről, vagy miért nézeget pornót, vagy miért hazudik neked, akkor számíthatsz a narcisztikus dürohamra, de nagyon gyakori az úgynevezett silent treatment, az a angolból vettük át a csendel verés, a hallgatás, a hallgatással zsarolás, amikor megtagadja tőled önmagát, megtagadja a válaszadást. Uh -huh, igen, Körülbelül ilyen válaszokra számíthatsz, ha egyáltalán számíthatsz, amikor kivonul mellőled a hitvesi ágyból, és a másik szobában öö, fekszik le, és ilyenkor veti be az úgynevezett flying mankikat, egy újabb kifejezés. Ezeket a kifejezéseket szemvoklintól tanultuk és kaptuk 1995-től. Ő az, akiről meséltem nektek, hogy tőle hozom a tananyagokat, és tőle tanulok. Szerintem ő a legnagyobb szakértő a narcisztikus személyiség zavart, illetően maga is narcisztikus pszichopata többször is diagnosztizálták nála, és amikor már négy-öt alkalommal is csődbe ment az élete, akkor kezdett utána járni, hogy vajon mi lehet a baj vele, addig azt hitte, hogy a világgal van a baj. Na, és azóta hál' Isten szem fel az életét, és így nagyon-nagyon sok információt tudunk a narcisztikusokról, és arról is, hogy, hogy lehet ezt a helyzetet, illetve őket segíteni, támogatni. Szóval a Flying monkey azok, azok, a repülő majmok, a kifejezés az Óza csodák, csodája című filmből ered, akik a narcisztikust ellátják információval, tehát az ő emberei, akik rólad, vagy másról, amiről kellnek, információt szolgáltatnak, és őt nem árulják el. Na, tehát ez a második időszak, a devalválás, amikor már úgy készül arra, hogy eljutasson a harmadik fázisba, a, az eldobás fázisába. Az eldobást meg leginkább akkor teszi meg, amikor te már annyira padlón vagy, annyira kicsinált, annyira kiborultál, hogy nem tud kisajtolni belőle több narcisztikus forrást, tehát már nincs benned csodálat, áhítat, imádat, rajongás, hanem örülsz, hogy élsz, gyakorlatilag össze vagy zavarodva, össze zavarodott az egész világod, azt sem tudod, hogy merre állsz arccal, na akkor általában, hogy még egyet beléd rúgjon, eldob téged, és közli, hogy a kapcsolat ennyi volt. Ez a harmadik szakasza, tehát a, a kapcsolatnak az eldobás. Hogyha a narcisztikus dob el, akkor, akkor egy idő után, tehát megpróbálkozik ezzel a silent treatment tehát a csendelveréssel, de egy idő után majd vissza fog téged hódítani, illetve kísérletet tesz arra, hogy visszaporszívózzon, hovering, úgy mondjuk az angolba, az egy porszívó márka volt, vissza visszaszippancson vissza szippancson téged, majd akkor, ha már a másik áldozatát is időközben kicsinálta, vagy egy harmadikat, és gyorsan narcisztikus forrásra van szüksége, hiszen sokkal könnyebb ilyenkor ahhoz nyúlni, ami egyszer már megvolt, és tudja azt, hogy van esélye visszatérni hozzád. Ilyenkor aztán minden trükköt bevet, újra megéled a mézes heteket, a lovebombingot, újra arról mesél majd, hogy, hogy lesz közös a család, lesznek gyerekek, fantasztikus fantasztikus jövőképet vázol eléd, és el is hiszed, és akkor újra indul ez az egész ciklus. Ha viszont az áldozat, vagyis te vagy, aki véget vetsz ennek az egésznek, akkor általában két megoldás van. Az egyik a no -contact állapota, amikor az áldozat fölveszi a zéró kommunikáció, semmi kommunikáció, semmi kapcsolat állapotát, és teljesen kizárja őt az életéből. Mindenféle platformon megszünteti a vele való kapcsolattartást, illetve a másik lehetőség az a szürke szikla állapot, amikor semlegesen reagálsz mindenféle közeledésére, így nem juthat sem érzelmileg, sem máshogy narcisztikus forráshoz ha megtörtént az, amit ő szeretett volna, és nem vagy elég erős, és visszaállsz, és visszafogadod őt, akkor újraindul ez a ciklus, egyre gyorsabban zajlanak, már hamarabb mész át az idealizált fázison, hamarabb a leértékelésen, és hamarabb az eldobáson. Azt mondják, ha statisztikák, hogy általában sajnos 7 cikluson kell keresztül mennie az áldozatnak, amíg végül Annyit szenved már, annyi fájdalmat megél, hogy véglegesen ki tud szállni és le tudja zárni ezt a kapcsolatot. Viszont azt mondják, hogy ha a narcisztikuson múlik, és ő szeretné azt, hogy újra visszakerülj az ő körforgásába, az ő ciklusába, akkor ez élete végéig folytatódhat ezekkel a ciklusokkal. Tehát az első az idealizálás, a második a leértékelés, a harmadik pedig az eldobás. Majd jön akkor a visszaporszívózás időszaka. Remélem, hogy tudtam kicsit segíteni, és majd magatokba tudtok nézni, meg tudjátok vizsgálni, hogy a ti kapcsolatotok jelenleg melyik fázisban tart. Amit tudni kell, hogy a love bombing az első fázis, az idealizáció, a mézeshetek olyan erős, hogy ez az az élmény, amit aztán sok-sok éven át, sok-sok szenvedésen át mindig keresünk, szeretnénk, ha ez visszatérne, vagy csak részben visszatérne, ez adja a reményt, azonban tudnunk kell, hogy ez a mézes hetek, ez, a, ez a dolog egy hamis valóság volt, egy illúzió, sosem volt az, aminek látszott, azonban ez az illúzió az, amit újra meg újra keresünk a narcisztikus kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet!